Tisztelettel köszöntöm azokat, akik figyelemmel kísérik az online sajtótájékoztatónkat. Nagyon sötét jövő vár az idős emberekre, a nyugdíjasokra. Kezdem azzal, hogy a novemberi kiegészítő nyugdíjemelés még a felét sem érte el annak, mint amennyi járt volna a nyugdíjasoknak. Szeretném a figyelmükbe ajánlani azt a megállapítást, hogy a nyugdíjasok egész évben finanszírozták a kormányt, de novemberben a törvény betartásával csak a felét, vagy még a felét sem kapták meg annak, mint ami járt volna nekik. Nos, a nyugdíjasoknak legalább 10%-os kiegészítő nyugdíjemelést kellett volna kapni. Förröppent a hír, hiszen kiszivárogtatta a pénzügyminiszter, hogy most decemberben újra tárgyalják a költségvetést. Előre bocsátom, a mi számításaink szerint januári nyugdíjemelésnek legalább 15 osnak kell lenni. Sok minden történt a héten az országgyűlésben. Az időseknek járó legkisebb ellátást mi szerettük volna minimum 80 ezer forintra emelni, de hát a fideszes többség leszavazta az indítványunkat. És az a gyalázat is érte az országot, hogy elfogadásra került a szociális törvénymódosítása és benyújtásra került az egészségügyjel kapcsolatos törvény is. Nézzék, ez egy folyamat eredménye, egy folyamat eredménye, amely a 2010-es kormányra kerülésük óta tart. Először az alaptörvényjel, ahol negligálták azokat a szociális jogokat, amely a régi alkotmányban benne volt. Aztán több lépcsőben átalakították a szociális ellátórendszert, a pénzbeni ellátásokat, természetbeni ellátásokat is. Megemlíteném, hogy eltörölték a rendszeres szociális segélyt, eltörölték a méltányossági közgyógyot és a méltányossági ápolási díjat, megszüntették a lakhatási támogatást és az adóságkezelési szolgáltatást. Aztán utána jött a magánnyugdíj pénztári rendszer szétverése és felélése. Apropó magányúdíj pénztári rendszer. Ugye ez az öngondoskodás egyik eleme volt. Most erre való hivatkozással nyújtották be a szociális törvényt, és azt mondják, hogy mindenki saját maga biztonságáért felelős, és a felelősségi sorban a legutolsó a magyar állam. Ez szégyen és gyalázat. Ilyet még a legliberálisabb nyugat-európai vagy észak-amerikai országokban sem tapasztaltunk. És közben az állam a lehető legnagyobb adót szedi be áfa formájában. 27%-ot fizetünk minden egyes termék megvásárlásával, de nagyon sok illetéket fizetünk, hogyha valaki a lakhatásáról akar gondoskodni. És akkor nézzük meg, hogy mit finanszíroz az állam. Pontosabban mit és kit finanszíroz az állam. Az állam a pénzbeli támogatások helyett azt látjuk, hogy a szociális szolgáltatások növelése helyett mindent az egyénre és a családjára fog lőcsölni a jövőben. Az erőforrásokat elvonja, elvonta a civil szervezetektől, elvonta az önkormányzatoktól, és azt mondja, hogy ő az utolsó a gondoskodás sorrendjében. Cinikusan a múltkor még úgy fogalmaztam, hogy a Vatikánt is előrébb sorolják Magyarországon, mint a magyar államot. Gyakorlatilag a kormány ezzel a törvényel a terheket és a felelősségeket osztja vissza az ellátottakra, a bajban lévőkre és a családtagjaikra. Ebbe a sorba illeszkedik az egészségügyi törvény módosítása, ahol a Krónikus osztályokat gyakorlatilag kiszervezik az egészségügyi ellátórendszerből, és rátukmálják a szociális ellátórendszerre, de anyagi forrásokat, szakembert és lehetőséget nem teremtenek hozzá. Miközben az állam a szakellátás szintjén gyakorlatilag az elmúlt 12 évben szinte mindent államosított. Véleményem szerint nem látják azt az elemi összefüggést, hogy a probléma a rendszer szintjén keletkezik és az egyénnél csapódik le. Ha a kormány vagy az állam időben fölismerte volna a problémát és azt kezeli, akkor nem kerülnének az emberek ilyen megalázó és gyalázatos helyzetbe. Köszönöm szépen a figyelmet!